Ugye a miniszterelnök is azt mondta, hogy például offshore lovagoknak nincs helye a Magyar Nemzeti Bankban. A parlamentben van helye offshore olyan lovagoknak? Olyan offshore lovagoknak nincs helye, akik külföldi számlákon pénzt parkoltatnak. De ez az ön esetében nem igaz? Bocsánat. Tehát nekem nincs offshore érdekeltségem. A 42 éves a fiam, ő neki vannak cégei, de hát ő ott sem tulajdonos ügyvezető benne. Tehát de ezt tiltja valamilyen jogszabály. És ön szerint nem lenne mégiscsak tisztában a helyzet, hogyha ez nem így? Bocsánat. Megnézte azt, hogy Magyarországon hány offshore hátterű cég van? Nem. Föllapozta a cégnyilvántartást, az Optem cégnyilvántartást? Én nem tudom, mert engem nem érdekel, de az önöket kellene, hogy érdekelje. Tehát milyen befolyással lenne ez mondjuk a magyar gazdasági életre? Valóban, ha jogilag nem is tiltott, de erkölcsileg, hogy gondolkodik erről a kérdésről? Azért a politikus nyilván a hazájában adózó, van egy ilyen elfogadott, le nem írt közfelfogás. Ön szerint én nem itt adózok? Tehát nézze meg a vagyonnyilatkozatomat. 10 évre, tehát az életem nyitott könyv. Nyitott könyv az életem. Tehát meg lehet nézni. Elég sok adót befizettem már. És még egy gondolat. Tehát tegyünk már különbséget azok között a cégek között, ahol van esetleg anonim offshore háttér, akik itt adóznak, itt foglalkoztatnak alkalmazottat. Gyakorlatilag gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy az én fizetésem is tulajdonképpen adóbevételéből jön, de az önöké is ezekből az adóbevételekből jön. Tehát azt kérném, hogy kellő tisztelettel azok iránt, a vállalkozások iránt, akik az adóbefizetéseikkel hozzájárulnak ahhoz, hogy önök most itt engem fényképezni tudjanak. Az a köztévé. De önök, hogy úgy mondjam, a effektív termelő munkával önök sem járulnak hozzá ahhoz, hogy az ország mondjuk előrébb jusson. Tessék? Arra kér most képviselő, hogy játszunk összenem, nem kell, hogy összejátszanunk. Miért kellene összejátszanunk? Akkor ön az offshore lova kifejezést, azt egy abszolút pozitív kifejezésnek, nem vagy tartom, negatívnak tartja? Tehát én nem tartom pozitívnak, vagy negatívnak. Minek tehát, tartja? Egy pillanat. Tegyünk már különbséget, tehát azok között, a cégek között, akik itt Magyarországon valamilyen oknál fogva anonim háttérrel rendelkeznek, de itt fizetnek adót, itt foglalkoztatnak alkalmazottakat, tehát gyakorlatilag hozzájárulnak a magyar költségvetéshez. És tegyünk különbséget a között, ami arra jön létre, hogy esetleg ott pénzeket parkoltassanak. Egyetért a miniszterelnök úrral itt az offshore lovagozás kapcsán? Akkor ki az offshore lovag ön szerint? Mert előbb nem válaszol, csak mondta, hogy tegyünk különbséget, de között megakozott. Tehát én nem vagyok offshore lovag. Tehát hogy? Családtagjaim sem. Miért lennék? Hát teljesen tiszta a vagyonnyilatkozatom. Két magyar tulajdonú cégben vagyok tulajdonos, amelyik mind a kettő, még egyszer hangsúlyozom, itt dolgozik Magyarországon. Egy petákot ki nem utalt külföldre. Tehát valahogy az az érzésem, hogy döglött lovon ülnek.